Karl Harrer, az első magyarországi Harrer cukrászdát 1995-ben nyitotta Sopronban, felesége Harrer Abosi Beatrix szülővárosában. Az első cukrászdát hamarosan követte egy újabb egység, ahol még nagyobb alapterületen készültek az eredeti Harrer recept szerint sütött sütemények és desszertek. 2009 nyarán Karl Harrer megvalósította régóta dédelgetett álmát, és Sopronban megnyitotta első saját csokoládé műhelyét. A szakmai és családi tradíció, a különleges receptek, valamint a gondos elkészítés itt is meghozták a várt erkölcsi és anyagi vállalkozói sikert. A céget tulajdonosaik odaadó munkája, Karl Harrer maximalizmusa és Harrer Abosi Beatrix gondoskodó odafigyelése vezette sikerre és működteti nap után. Olyan partnerekkel dolgoznak együtt, mint a Luca Pincészet, az Agárdi Pálinka Főzde, vagy éppen a Sárvári Spirit Hotel. Sopron és a soproni vállalkozók jó hírét édes ízekkel viszik el a világ négy sarkába, a Harrer csodálatos hegyre épült fellegvárából. A műhely valódi vonzerőt jelent a városon belül, de a kóstolóikra az ország egész területéről vannak jelentkezők. A Harrer sikerének titka a kiváló alapanyag, a tökéletes technológia, a barátságos és maximálisan ügyfélközpontú értékesítés, valamint a nyitott, üvegfalon át is megtekinthető, kézi munkával történő gyártás.